Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál most az ő szív üzenetéről van szó. Mit szeretne közölni veled, vagy mit közöl veled, és mi az, melyik téma az, amiről nem akar beszélni. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Bal oldalon látható az ő jelenlegi helyzete. Ott vannak az aranykelyhek, és ő figyeli ezt. A kelyheknél mindig érzelmekről van szó. Jelenleg is az ő érzelmeiről van szó. Ez a kártya utal az álmokra, vágyakra, az elképzelésekre. Ha megvan ebben a hite, akkor ez az álom megvalósulhat. Viszont, ha nem hisz ebben, és úgy gondolja, ebből úgysem lesz semmi, ne álmodoz. Ez nem lesz valóság, akkor előfordulhat, hogy csalódottnak érzi magát. Most megtekintjük az ő gondolatait és terveit, ez bal oldalon felül látható. A 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Megint a kelyhekről van szó, tehát az érzelmekről. Az első képen láttuk az ő álmait, de még nem tudtuk az, hogy mi a hite, hogy el tudja-e azt képzelni, hogy legyen kettőtök között egy új kezdet, egy szép párkapcsolat. Itt a gondolatainál már látható, hogy hisz ebben, hiszen tervezi veled ezt az új kezdetet. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Az érzelmei alul bal oldalon láthatóak. Itt a kezében tartja a botot. Kezébe veszi a dolgokat, cselekedni fog. Ezen a képen látható a tűz eleme, és az azt jelenti, ki fogja mutatni a bátorságát, a lelkesedését, cselekedni fog, közeledik hozzád szenvedélyekkel. Az is látható a képen, hogy ő valaminek, vagy valakinek hátat fordít. Lezárja a múltját, vagy lezár egy bizonyos kapcsolatot, és feléd tekint. Ott fog cselekedni. Hogy mit közöl veled, az jobb oldalon felül látható, ahol az egész világ megjelenik. Az jelentheti azt is, hogy boldog veled, ez közli veled, amikor úgy érzi, hogy a legszívesebben átölelni az egész világot. Ez a világ, ez jelentett külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, hogy tervez veled egy utazást, és ezt közli veled. Azt is jelenti a kártya, hogy az ő világában, az ő életében te állsz a középpontban. Amit a kártya még jelent, a négy elem, a tűz eleme, a víz eleme, a föld eleme, a levegő eleme, és ez jelenti az egyhangot, a harmóniát. Ő kiegyensúlyozott. Amit a kártya még jelenthet, a négy irány, hogy lesz egy új irány kettőtök között, lesznek fontos döntések, és amit ez a kártya még jelenthet, a négy évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, és az egész, az pontosan egy év.
De nem kell egy évet várni arra, amíg jelentkezik, hanem a kártya azt jelenti, hogy egy éven belül szeretné rendbe hozni a dolgokat, hogy együtt éljétek ezt a világot, hogy legyen utazás, legyenek közös tervek. A jobb oldali kártyán azt látjuk, amit ő közölni szeretne veled, de nem mondja ki, ő hallgat. Itt a víz eleméről, tehát az ő érzelmeiről van szó. Mivel itt megjelenik a képen, mint egy fiatal fiú, és az jelenti azt, hogy ő még olyan bizonytalan, nem tudja, hogyan beszéljen érzelmekről. Azt is jelenti a kártya, hogy először odafigyel a saját érzelmeire, és ha biztos a dolgában, vagy tudja azt, hogyan lehetne ezt közölni veled, akkor majd közeledni fog. De jelenleg még nem beszél érzelmekről. Amit a kártya még jelenthet, hogy fél attól, hogy megismerkedsz valakivel, hiszen ez a fiatal férfi jelenthet egy új kapcsolatot is, ahol érzelmekről van szó. Mivel ez megjelenik az ő gondolataiban, de nem beszél erről, itt vannak azért félelmek, és fél attól, hogy megismerkedsz valakivel, és elhagyod őt. Hogy lát téged, az jobb oldalon alul jelenik meg, az uralkodó nő. Ez jelenti azt, hogy uralkodsz a helyzet felett. Itt ennél a kártyánál a nőies energiáról van szó. Megjelenik Vénusz bolygó szimbóluma, de ez a kártya jelenti az anyai érzelmeket is. Megvan ez a nőies kisugárzásod. Mi fűz össze benneteket az jobb oldalon középen látható? Megjelenik újra a 10-es szám, ami jelent egy új kezdetet, amikor egy új szakasz, egy új periódus kezdődik az életetekben. Bal oldalon, ahol az ő gondolatait néztük meg, ott érzelmekről, álmokról van szó. És itt jobb oldalon középen már tettekről, hiszen az érméknél a föld eleméről van szó, és ez jelenti a reális dolgokat. Itt lesz egy új kezdet, rendeződnek a dolgok köztetek, az anyagiakat illetően, a munkát illetően, és ami a párkapcsolatot illeti, itt kialakul egy stabil párkapcsolat, amit ő is értékel, és te is értékelsz. A képen megjelenik a múlt, a jelen, a jövő, és itt az is fontos, hogy éljétek a jelent. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!